Nézd minket? Fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon? Akkor kérjük, segítsen nekünk, ajánlja fel adója 1%-át az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért alapítványnak. Hamarosan, június 3-án indul az új otthonfelújítási program, azonban a szakemberek arra figyelmeztetnek, érdemes akár már az első napon beadni a szükséges dokumentumokat és igényléseket, mert kevés összeg áll rendelkezésre. Sándorfi Balást kérdezzük. Aki a bankmonitor.hu ügyvezetője, jó estét kívánok! Annyira kevés a pénz, hogy ekkora kapkodásnak kellene következnie? Bizonyos számítások szerint 3-4 hét alatt el fog fogyni az a 108 milliárd forint, ami rendelkezésre áll. Körülbelül 20 ezer lakás az, ami majd, családi ház az, ami majd felújítható lesz ebből a pénzből. Mennyit kellene felújítani valójában? Van arra egy szám? Hát 4,3 millió lakás van az országban. Ugye 1990 előtt épültek, vonatkozik ez a felújítási támogatás, és abból is van 2,2 millió. Tehát 2,2 millió olyan családi házunk van, ami 90. december 31-e előtt épült. Ez rengeteg, és annak az 1%-át lehet ebből felújítani. Ugye sejthetjük, hogy azért nagyságrendileg körülbelül az 50-60%-ára ráférne egy energetikai felújítás. Milyen dokumentumokra van szükség? Van valami extra, amire külön fel kell készülni? Extra nincsen, tehát személyi lakcímkártya, adóigazolás, jövedelemigazolás, tulajdoni lap. Fontos erre készülni, június 3-án hétfőn, mától 3 hétre indul meg az igénylés, és hogyha igazak azok a becslések, amikről tudunk, hogy 3-4 hét alatt elfogy, érdemes mindent beszerezni minél előbb. Terveket nem kell mellékelni? Ugye vannak olyan pályázatok, ahol rögtön kész tervekkel kell érkezni. Ugye a dolognak a pikantériája az, hogy május 13-a van, 3 hét múlva indul, de még a részletes szabályozás nem ismert, ugyanis társadalmi vitára lett bocsátva a tervezet, de nem jelent meg a végleges szabályozás. Innentől kezdve bizonyos pontok még ismeretlen. Jó, hát így viszont nagyon nehéz összepakolni az utcát, mert hogy lehet, hogy még kell ez, meg az, meg amaz. Mellékelni kell, mit tudom én, a mostani Költségvetést biztos, hogy mellékelni kell, tehát hogy mit szeretnénk felújítani, tervezni kell. Egy darab nyitó energetikai szakvéleményt mellékelni kell, tehát hogy honnan fogjuk elérni azt a minimum 30%-os energiahatékonysági javulást, amit teljesítenünk kell ahhoz, hogy ezt támogatást maradjon. Hát akkor tényleg ébresztőben mondjuk egy energetikai szakvélemény sem másnapra készül el? Nem, de azért egy héten belül azért. Hát ha nincs roham. Ha nincs roham, de hát, roham jön. Hát ennyi. Mennyi pénzt lehet kapni? Ugye arról beszélünk, hogy 6 millió forint támogatásról van szó. Ennek egy része vissza nem fizetendő, a másik része pedig 0%-os kamatozású hitel. Nagyon kedvező. Ez borzasztóan kedvező. A vissza nem fizetendő része az vagy 2,5 és 3,5 millió forint között mozog, a fennmaradó pedig a 0%-os kamatozású hitel. Attól függ, hogy milyen átlagjövedelemmel rendelkező járásban tartózkodunk, lakunk. Önerőt mennyit követelnek meg? Mert hát az egy másik válságos kérdés szokott lenni, és nekem mennyi pénzem legyen? Ugye kerekítve 15%-ot, az említett 6 millióhoz nekünk 1 millió forint önerőt kell letenni, ami egyébként nem kizárt, hogy egy piaci alapú hitelből teljesítse valaki, vagy családon belül kölcsönből. Hát az, igen, azt már nem vizsgálják, hogy azt már nem van, csak legyen meg. Ha jól gondolom, akkor sokkal több pályázó lesz, mint amennyi a pénz. Minek alapján fognak dönteni? Beérkezése is sorrendben, vagy valamiféle szelektálás is lesz ezek között, hogy az egyik erre akarja, a másik arra akarja, erre nem akarok adni. Én azt gondolom, hogy a beérkezés számítani fog, valószínűleg standardizálva lesz az elbírálás, tehát ez egy automatikus módszerről beszélhetünk. Volt nekünk egy viszonylag nehézkesen sikerült zöld otthon programunk, amit az MNB biztosított 200 milliárd értékben, és ott hát volt egy kisebb felháborodás, hogy borzasztó sok igénylés állt bent, és úgy fogyott el a pénz, hogy még befogadták az igényléseket, és ezért a 200 milliárdot ki kellett terjeszteni 300-ra. Most itt ugye
ugye európai uniós forrásról beszélünk 108 milliárd összegben, erre nem lehet majd ráhúzni, kérek szépen még százat. Tehát valószínűleg... A magyar kormány adhat? Adhat, de a költségvetés helyzete most pillanatilag nem túl rózsás, tehát logikus az lenne, hogyha menedzselnék a befogadást, folyamatosan mérnék, hogy mennyi van bent, és annak megfelelően engednék tovább az igénylést. Ha valaki ebből kimarad, erről lemarad, akkor milyen esélyei vannak, hogy valami mást kedvezőbbet a szokásosnál találhat? Hát ennél kedvezőbbet párhuzamosan nem. Az, hogy mit fog hozni a jövő, mit fog hozni 2025 vagy 2026, azt nem tudjuk. Tehát most a piacon nincsenek felújítási támogatások ezen kívül, ami majd most elindul. Ezen kívül ilyen típusú nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy marad a hitelből történő finanszírozás, aki erről lemarad, ott pedig ilyen 7-11%-os kamatról beszélünk, attól függ, hogy jelzálok fedezetet adunk, vagy pedig fedezet nélkül szeretnénk felvenni a hitelt. Az pedig sokkal, sokkal drágább. Ehhez a mostanihoz vajon egy a kiviteli terven túl, ha az egyáltalán kell, a költségvetésen túl valamit még mondjuk egy elszámoláshoz egy számlát le kell adni a végén? Teljesen egyértelmű, hogy a végén dokumentumokkal kell igazolni azt, hogy a felújítás megtörtént számlákkal, és ezt követően kell egy újabb energetikai minősítés, azt illetően, hogy a minimum 30%-os hatékonyságjavulást elért. Arra van határidő, hogy meddig kell teljesíteni a felújítást, és meddig kell benyújtani a dokumentumokat? Igen, az igénylést követően 2,5 éven belül le kell zárni ezt az egész történetet. Az nem tűnik irreálisnak, még akkor sem nehéz ma mestert találni. Nem tűnik irreálisnak. Viszont rá kell venni a mestert, hogy minden csak számlára, mert más nem lehet elszámolni. Hát egyébként ez a mester nem fog tudni dolgozni nekünk, hogyha mi ebben a programban részt veszünk. Köszönöm szépen. Sándorfi Balást látták, hallották az imént. Köszönöm.